Sziasztok srácok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és a mai videóban arról fogunk beszélni, hogy hogyan unlockolhattok ingyen emotokat, valamint hogyan lehettek a részesei annak, hogy nyerjetek esetleg 1 millió gemet. Viszont, mielőtt ebbe itt nagyon beleugranánk, szeretnék arról beszélni, hogy most volt a hétvégén ugye a Play It, én ott voltam szombaton, vasárnap csak este néztem ki igazából 7-kor barátaimhoz kiugrott, hogy fél órára, órára, de mindegy, lényegtelen. Az egyik, hogy szombaton kim voltam, és tökre jól éreztem magam, egy csomó mindenkivel találkoztam. Volt IRL stream Twitch-en, ami tök király volt, és szerintem tök jól sikerült, szóval ez tök fasza volt. Nagyon élveztem, szeretnék majd még ilyet mindenféleképpen a közeljövőben. Úgyhogy ez nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam, egy csomó barátommal, meg mindenkivel találkoztam, akivel nem szoktam. Meg veletek is találkoztam, úgyhogy tök jó volt. Valószínűleg fogok menni majd a következő is, ami nem tudom mikor, meg hogyan lesz. Na mindegy, lényegtelen, annyit szeretném mondani, hogy köszönöm, királyok voltatok. És akkor szeretnék is belevágni a videó témájába, ugye az emotokhoz és a gemhez. Azt kell tudni, hogy nem az összes emotot unlockolhatjátok, hanem bizonyosan, illetve összesen négyet, négy bizonyos emotot. És mindjárt elmondja az, hogy miként és hogyan lesz esélyetek megnyerni ezt az 1 millió gemet. Úgyhogy erről lenne szó a mai videóban. És azt kell tudni, hogy tulajdonképpen itt a Clash-el honlapján ezt fogom nektek elmondani, hogy mi található itt, sőt ezt igazából felnagyítom, mert megtehetem. Na mindegy, szóval ez egy kis rövid videócska lenne, holnap pedig érkezni fog egy videó Strikerrel, amiben 2v2-zni fogunk, ugye ezt a 2v2 challenge-et nyomjuk igazából, valamint utána szerdán még nem tudom milyen videó lesz, viszont szerdán lesz egy legózós, beszélgetős stream Twitch-en, úgyhogy arra majd várok mindenkit szeretettel, erről az infók majd a Facebook oldalamon lesznek, valamint Twitch-en. Na, szóval, introducing Fantasy Royale, tehát bemutatjuk a Fantasy Royale-t, ezen keresztül tudjátok majd megszerezni az emotokat. Na, hát az emotokat már itt láthatjátok, van egy ilyen muskétás, ami tökre jól néz ki, szerintem nagyon aranyos, van egy Knight, ami szintén nagyon király, van egy Bandit, és van egy ilyen CRL-es number one-os zászlócska tulajdonképpen. Ez szerintem annyit elárul sajnos, hogy lehet, hogy ebből a három katonából, tehát Banditből, Knightból és muskétásból nem lesz külön emote pack, ez előfordulhat. Valamint nekem ezek nagyon úgy néznek ki, mintha ilyen fanmade-ek lennének, ebben nem vagyok biztos, mert láttam már ilyen fanmade ezeket a Bandit ismerős nekem nagyon, meg a Knight, lehet, hogy nem fanmade, csak hülye vagyok. Mindenesetre, ha valami információtok van ezzel kapcsolatban, ezt nyugodtan írjátok a leírásban, hülye vagyok, a komment szekcióban. Valamint ez a link, ez az oldalhoz ott lesz a leírásban. Na de, ingyeni mótok, esély arra, hogy megnyer 1 millió gemet? Olvasd csak tovább. Jól hangzik. Na, tehát a Clash Royale ligákat, meg a Clash Royale versenyt igazából ezzel a Fantasy Royale-al szeretnék érzékeltetni, ez a neve lett neki, ami a játékon belül fog megtörténni, november 19-én, az a videó feltöltése napján, a News Royale eSport tabellájában, ezt így lehet lefordítani a legszebben, szóval ott kell majd nézzétek a mai napon, hogy a mai napon mikor, azt nem tudom, lehet, ha már kim van a videó, akkor már mindenki számára elérhető, lehet, hogy még nem. Mindenesetre mindenféleképpen nézzétek majd ezt az eSport tabot, ha esetleg valaki nem tudná, hogy hol van, akkor ott, ahol a news van, rányomsz a hírekre, és ott fölül a news és eSport közül át lehet váltani, és akkor az eSportra rányomsz, és akkor csak az eSportos híreket, meg információkat látjátok majd, és ez ott lehet elérni. Na, de mi is ez a Fantasy Royale, mert eléggé zavarosan van megfogalmazva, de ez a Fantasy Royale, ez igazából az, hogy van ez a CRL verseny, aminek volt különböző selejtezői mindenféle országokban, és ez a finálé tulajdonképpen december 1-én lesz közvetítve, és a lényeg az, hogy csinálsz egy saját csapatot a kedvenc CRL-es játékosaidból, és ki kell találnod, hogy ki az, aki a legtöbb kupát szerzi. Tehát itt vannak különböző csapatok, különböző e-sport csapatoknak a csapatai, szóval ez a te Fantasy Royale csapatod, neki nem kell egy csapatba lennünk, tehát hogy itt láthatjátok, négy különböző csapattól van. Nova, Ponos, Team Kézó, és nem tudom elolvasni valami lila cucc. Szóval, hogy ki kell választanatok az összes játékos közül négyet, ez lesz a te csapatod, és az a lényeg, hogy nekik az fog nyerni gemet a végén, akik a legtöbb koronát gyűjtötték igazából. Tehát, hogy azt a csapatot állították össze, akik a legtöbb koronát
szerezték összesen. Ugye nyilván nagyon sok variáció van, nem tudom hányan vannak, annyi faktoriális variáció van, hányan vannak tulajdonképpen, de mert most hülyeséget mondom, de szerintem nem. Szóval azok közül lesz elosztva összességében az 1 millió gem, akik a legtöbb koronát szerző csapatot állították így össze. Azt kell mondjam, hogy hát elég kicsi az esély, hogy ezt eltalált, de mindestem meg lehet próbálni, olyan, mint a lottó, ingyen van legalábbis, nyerhetsz benne. Na mindegy. Szóval, hogyha választod magadnak ilyen fantasy teamet, akkor ezeket az emote-okat megkapod ingyen, és az akkuntothoz hozzá fog adódni, egy ilyen popápolódik fel, úgy egy ablak, azután pár órával azután, hogy megcsináltad a csapatodat, tehát nem egyből lesznek meg ezek az új emote-ok tulajdonképpen. Egyelőre csak a Fantasy Royale-on belül érhetőek el, de lehet, hogy később majd elérhető lesz a shopon belül, így egy csapatban, hát így egy pakban tulajdonképpen. Na, és 1 millió gem, igen, ez amiről beszéltem igazából, 1 millió gemet lehet nyerni, azoknak az embereknek, akik ezekben a World Final-ben összerakod a legjobb fantasy csapatot, akik a legtöbb koronát szerezték, része leszel az 1 millió gemes összeneménynek, azokkal az emberekkel együtt lesz ugye szétosztva, akik ugyanezt a csapatot állították össze, akik a legtöbb koronát szerezték. A legjobb, tehát ugye a legtöbb koronát gyűjtő csapatok majd a játékon belül elérhetőek lesznek a News Royale tabban, és egy héttel később lesznek meg a gemek, hogyha sikeresen találtad el. Tehát így lehet majd látni a játékban azt, hogy ki hogyan áll. Tehát itt láthatjátok majd, amikor lementek a mérkőzés, csaták, stb. Értitek, hogy ki hogy áll, tehát itt az első 73 kupás csapat nyer, és akkor ott 705 ember szavazott erre, és 203 a másikra, és 354-en pedig például arra a csapatra, akik ugye a harmadik legtöbb koronával bírnak. Ez 158-70 korona, ezt nem teljesen érte. Ja, az a negyedik, és akkor 5., 6., 7. Ó, és akkor ez itt látható lesz a játékon belül. És sok szerencsét kívánom mindenkinek, hogy jó csapatot állítsatok össze, a Clash Royale csapata. Wow, szerintem ez tök király igazából, hogy egy ilyet beraktak a játékba. Ingyen emote-ok mindenkinek jó, még gemet is lehet nyerni, szerintem az ingyen emote-oknak örül mindenki a legjobban, de igazából azzal, hogy berakták ezeket az emote-okat, ez olyan, mintha ezek is alap emote-ok lennének, tehát, hogy ez mindenkinek meg lesz, mindenki fogja tudni használni, de legalább nem csak az alap 4 lesz. Tök jó szerintem. Úgyhogy ebben a videóban ennyit szerettem volna igazából mondani nektek. A linket megtaláljátok a leírásban. Valamint a korábban volt egy videóm, amiben beszéltem arról, hogy a Brawl Stars visszatért, meg ilyenek. Na most az a helyzet, hogy itt a videóban lehetett szavazni arra, hogy a Brawl Starsból csináljak-e újból videókat, vagy nem. És az a helyzet, hogy ezt így megszavaztattam veletek, ugye gyönyörű fejem van, és hát ezt most muszáj rányomni a szavazásra arra, hogy látszódjon az eredmény, szóval rányomtam az igenre, az emberek 92%-a mondta azt, hogy csináljak Brawl Stars videót. Úgyhogy lesz, srácok, Brawl Stars videó, szeretnék minél többet majd készíteni, majd kíváncsi vagyok, hogy ez nektek mennyire tetszik, viszont most egyelőre új dizájnt kell csinálni, meg le kell töltenem újra a játékot, újra el kell kezdenem, stb., mert ugye nem játszottam egy ideje a játékkal egyáltalán. A másik csatornámon volt egy videó róla, amikor kipróbáltam itten újra, már nem is emlékszem, mikor az is már jó pár hónappal ezelőtt volt, köszönjük intro. Szóval, hogy hol van? Hol van ez? Újra kipróbáltam a Brawl-t, ez 3 hónapja volt, és 3 hónapra próbáltam ki újból tulajdonképpen. Na mindegy, azóta amúgy nem még volt még 2 új videóm, egy kodos, meg egy Fortnite-os, azt csekkoljátok le, hogyha gondoljátok. Úgyhogy lesz, srácok, Brawl Stars videó, én már nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog befutni a játék, mondjuk decemberben fog kimenni globálisan, tehát decemberben fog megjelenni, és fogok készíteni mindenféle contentet, amennyit csak tudok, mindenféleképpen, hogy fogom nyomatni a dolgot ezzel. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban nektek mondani, srácok, ne felejtsétek az ingyenes emote-okat, valamint, hogyha van ötletetek arra, hogy milyen Brawl Stars-os videót készítsek el, akkor ezt mindenféleképpen dobjátok le a komment szekcióba azt, hogy szerintetek milyen videót kéne csinálnom. Meg lesz majd egy ilyen áttekintő videó mindenféleképpen,
ahol megnézem majd, hogy mi változott tulajdonképpen a játékban az elmúlt időben, mert tényleg nem játszottam vele, hogy őszinte legyek. Úgyhogy ezek várhatóak majd a közeljövőben, ennyit szerettem volna mondani nektek, remélem, hogy tudtam nektek tényleg segíteni, és ez egy hasznos videó volt számotokra. Ha igen, így volt, és na szóval, hogyha így volt, és így gondoljátok, hogy hasznos volt, nem tudok beszélni, akkor csapjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és találkozunk holnap a következő videóban. Addig is legyetek jók, sziasztok!